A Tamási Állatvédő Egyesület jó kapcsolatot ápol a Bonyhádi Kira Völcsék Kutyamentő Egyesülettel, akiknek köszönhetően kialakult az a svájci kapcsolat, amely most egy ivartalanítási akció lehetőségét hozta el Tamásiba. Van egy svájci kapcsolatszervezetünk, ők a Hundehilfe Ungarn, és nekik köszönhetően tudjuk ezt megvalósítani itt Tamásiban. Van egy keretösszegünk erre, az ivartalanításra, és folyamatosan, tehát igyekszünk évvégéig is akár kitartani ezt az akciót, de nyilván majd a támogatásoktól fog függni, hogy meg egyáltalán az igényről, hogy mennyire lesz rá igény. Bárki igénybe veheti, de elsősorban azok jelentkezését várjuk, akiknek nehéz kifizetni az ivartalanítás árát. De mindenki igénybe veheti, aki szeretné. Első körben tamásiak, és ahogy az anyagi támogatási forrásunk engedi, lehetőségeinkhez mérten Tamás és kistérségére is ki fogjuk terjeszteni ezt az akciót, illetve nem csak a kutyákra tervezzük ezt az akciót, hanem a cica tulajdonosok is részesülhetnek majd ebben. Semmi más nem kérünk a gazdiktól. Ugye megvannak az előzetes időpontegyeztetések, személyesen hívok fel minden gazdit, és tartom az állatorvosokkal a kapcsolatot. Annyit szoktunk kérni, hogy az oltási kiskönyvet fényképezzék le és küldjék át, illetve a kutyusról egy képet, hogy majd itt az akció végén szeretnénk egy ilyen kis montást összerakni ebből az elkészült műtétekből. Megvannak a mi állatorvosaink, akikkel ugye mi rendszeresen műtetünk, illetve akikhez járunk. Tőlük be lett kérve egy hivatalos árajánlat, ami ugye tovább lett küldve a svájci kapcsolatszervezetnek, és ennek függvényében tehát két állatorvosunk van, akiknél ezeket a műtéteket el lehet végeztetni. Az ivartalanítás rendkívül fontos dolog, amellett, hogy számtalan felesleges szaporulattól megkíméli a gazdát, a környezetet, kevesebb lesz a kóborállat, megszűnhet a szökés, csavargás, és még a betegségek is megelőzhetőek általa. Egy nagyon-nagyon fontos dolog a kutyáknál is és a macskáknál is. A kutyáknál én arra hívnám fel a figyelmet, hogy az ivartalanítással nagyon-nagyon sok probléma megelőzhető. Például a szökések, csavargások is megszűnhetnek azáltal, hogy ivartalan egy kutya. Ezen kívül rengeteg betegség megelőzhető ezzel. A szukáknál csak a méhnyakrákra gondoljuk, méhrákra, a kankutyáknál a prostata, heredaganat, és ezzel mind ezek a betegségek megelőzhetőek, hogyha időben ivartalanítatja a gazdia a kutyát. Vannak tévhitek, mint például, hogy a szukakutyának legalább egyszer ellenie kell, hogy jó természete legyen, maradjon. Ez egy butaság. Tehát amikor az ivarérett kort eléri, akár kan, akár szukakutyáról beszélünk, nyugodtan lehet az ivartalanítatást elvégezni. Én azt gondolom, hogy ha valaki felelős állattartó, akkor csak azt a kutyát vonja bele a tenyésztésbe, amelyik származási lappal, azaz törzskönyvvel rendelkezik. Hogyha nem rendelkezik ezzel, akkor az nem tenyésztés, az szaporítás. Azt pedig mellőzni kellene, mert annak rengeteg veszélye van, és nem véletlenül vannak tele a menhelyek, meg az állatotthonok a kitett kutyákkal. Szóval azt tenyészten, aki tenyésztő, és ne szaporítson senki. Úgyhogy én csak azoknál a kutyáknál javaslom, hogy ivaros maradjon, és ott is persze az egészség megóvása ellen ez mehet érdekében. Akik származási lappal rendelkeznek és tenyésztésbe készülnek, akiknél ez nem kérdés, ott az ivartalanítás egy nagyon fontos és elsődleges megoldás. Akad néhány kivételes eset, amikor nem ajánlott az ebb ivartalanítása, de a Tamási Állatvédő Egyesület azt tanácsolja, ha ezzel kapcsolatban kérdés merülne fel a gazdikban, inkább kérdezzenek. Az állatorvosok is azt ajánlják, hogy ilyen 7-8 hónapos kortól már lehet ivartalanítani, tehát amikor ivaréretté válnak. Nem lehet ivartalanítani, amikor éppen a szuka tüzel, az alatt az időszak alatt, mert ugye ez veszélyes lehet az életére, illetve a magas vemhes kutyákat nem lehet ivartalanítani, az azt jelenti, hogy aki az utolsó pár napban van már az ellés előtt. Az idős korú kutyáknál esetlegesen, ha olyan a szív problémái lehetnek, vagy ilyesmi, hogy nem merik elaltatni, esetleg akkor van erre, akkor van ebből gond, hogy nem lehet már ivartalanítani, de ezt minden esetben az állatorvossal meg lehet konzultálni, hogyha kérdés merül fel ezzel kapcsolatban. A nem kívánt kölykök születésén túl kedvencünk egészsége is múlhat azon, hogy ivartalanítatjuk-e, vagy sem. Doktornál járunk, ugye rendszeresen megyünk, visszük az állatainkat ivartalanításra, műtétre, egyebekre.
és a doktor olyasmit mondott, ami szörnyű, mikor meghallottuk. Egészen rövid idő alatt, egy hét alatt 41 néhány kutyát kellett műteni, és az mind, csak arról beszélek, akik amiatt betegedtek meg, hogy ivarosak voltak. Az akcióra a tamasiallatvédők@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen a polgármesteri hivatal portáján lehet jelentkezni, de a részleteket megtalálják a Tamási Állatvédő Egyesület közösségi oldalán is.